A gond az, hogy éjjelente itt vannak ezek az emberek, ádigálnak, itt állnak a kocsikkal, bestartolják, melegednek, nyáron hűtik a kocsikat, tehát még alvás közben zavarja a szomszédokat. Ráadásul aztán, amit maguk után hannak rendetlenséget, az a következő probléma, nekünk kell feltakarítani. Úgyhogy eléggé kellemetlen az egész. Az egyik Ádor utcai lakos az idegenrendészeti alosztállyal kapcsolatos gondokat sorolja. Az illetékesek tisztában vannak a problémákkal. Természetesen tudunk a helyi lakosok jogos panaszairól, ami az idegenrendészeti hivatal körülményeit illeti, és hát az épület körül folyó eseményeket egyszerűen annyi kérvényező fordul az itteni alosztályhoz, hogy ez tulajdonképpen különböző negatív hatásokat hoz természetesen. A problémák megoldása folyamatban van. 2019 elejétől egy törvénymódosítás értelmében már egyenletesen oszlik el az ügyintézés a 13 szlovákiai idegenrendészeti alosztály, köztük a Dunaszerdahelyi között. Más változás is várható. Január 1-től ez az alosztály a Malom utca 2-es számú épületbe fog költözni. Én bízom abba, hogy maga az épület nem csak azt a hatást fogja hozni, hogy egy modernabb épület, de valójában mi a klienzóna nagyobbítását is megcéloztuk. Ezzel együtt azt várom, hogy úgymond a várakozó személyek beköltöznek egy modernabb épületbe, egy modernabb váróterembe, és ezzel együtt november 15-én már egy új regisztrációs rendszer kerül bevezetésre. Ezt tulajdonképpen mi két fázisba indítottunk, már most is van egy online regisztrációs rendszer, ami tulajdonképpen egy manuális rendszerről beszélünk, most egy teljes automatikus rendszerre fogunk átállni, aminek a része egy online kérvénybenyújtási lehetőség is. Tehát ez azt jelenti, hogy a kérvényezőnek nem kell magával hozni egy kinyomtatott verziót, hanem egy elektronikus kérvény kerül majd a rendőrök elé a rendszeren belül. Az idegenrendészeti alosztályokra egyre komolyabb feladat hárul, hiszen az utóbbi 3 évben 130%-kal 55 ezerre nőtt a tartózkodási engedélyt kérők száma Szlovákiában. A Dunaszerdahelyi alosztály idén október végéig már több mint 4200 kérvénnyel foglalkozott. A kérvényezők főleg Ukrajnából, Szerbiából, Iránból és Oroszországból érkeznek.